egy föld szagában, gyümölcsök ízében. A himnusz bánatában, temető csendjében. Apám minden szavában, s nagyanyám hitében. A vadak békében, erdők magányában. A béke vadságában, börtönök falában. Szerető ölelésében, feleség csókjában. A gyerek sírásában, s minden mosolyában. Kutyák hűségében, madarak röptében. Fecskéknek fészkében, gólyák szerelmében. Márai eszében, Petőfi dühében. Pirinszki lelkében és Pasalbert szívében. Hegyeket nézek és erdőket látok. Emberek jönnek felém, s mint jó barátok. A fehérvári beszélgetések vendége Galambos Nándor. Mondhatjuk azt is, hogy a vendég az ismerős arcok, hiszen Nándét mindenki úgy ismeri, mint az ismerős arcok frontembere, illetve az, aki összekovácsolta, összesöpörte ezt a társaságot egy csapattá. Hogy történt annak idején, hogy a jó 19 évvel ezelőtt a kezdet? Hát tulajdonképpen különböző zenekarokban zenéltünk már, a blues zenekarokban elsősorban, a klubokban. Az akkori is Texas és Udvari Bolondok zenekarok voltak a mi zenekaraink, és aztán volt egy erdélyi út, amikor az ismerős arcok tagjai is, meg a Udvari Bolondok tagjai is, akkor már egy közös zenekarként, talán még akkor a nevünk se volt, meg zenéltünk egy motoros találkozón Székelyföldön, és akkor onnantól kezdve változott meg tulajdonképpen a mi sorsunk, illetve létrejött az az ismerős arcok zenekar, amit ma már talán mindenki ismer, remélhetőleg minél többen, és ez az erdélyi út tulajdonképpen irányt is mutatott az Attilának, akit inkább a frontembernek neveznék, mint magamat, és ő, az ő szövegei ettől az úttól kezdve főleg arról szóltak, amiről azóta is. Tehát a korábbi, úgymond szórakoztató műfajból, ami a blues zene volt, rock zene, a kocsma zene, a klub zene, ebből elindultunk egy olyan irányba, ahol egy kicsit tartalmasabb, mélyebb szövegekkel próbáltunk valamit üzenni és valamit mondani. Kerítést bontok, szabadságot hozok. Na 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 na, szabadságot hozok. A fejem tiszta, a céljaim pontosak. Nem lehet semmi, mi ennél most fontosabb. Szégyenkezni a múltért már nem fogok. Kerítés pontok, szabadságot hozok. Szabadságot hozok. Erdély segített abban, ebbe az útválasztásba? Az egykori bluesból, hogy egy, hát nyugodtan mondhatjuk, hogy műfajt váltottatok, de nem csak műfajt, hanem hangnemet is. Hát igen. Biztosan nagy szerepe volt ebben, de ha visszagondolunk, hogy ez a 2000-es évek eleje, vagy talán még a 90-es évek vége, az akkori helyzet is ebben nagy mértékben segített. Ugye nem sokkal a rendszerváltás után voltunk, kicsit szabadabban lehetett gondolkodni, szabadabban lehetett beszélni dolgokról. Hát elsősorban itt értjük ez alatt a határon túli magyarok helyzetéről, Trianonról, az ország helyzetéről, de bármiről, ami a hétköznapi életeket befolyásolta. És ez valóban abba az irányba terelt minket, hogy ha valamiről érdemes beszélni, és a rockzene nyelve az egy nemzetközi nyelv, sőt, nem is a nemzetköziség a lényeg, hanem hogy mindenkihez el tud jutni, és a rockzene már számtalanszor megmutatta, hogy bizonyos folyamatokban, akár társadalmi, akár világméretű folyamatokban tudott szerepet vállalni.
így nekünk is alkalmas nyelv volt arra, hogy amit mi el szerettünk volna mondani, azt a rockzene keretein belül tegyük meg. Jó volt, de mindig idegen, színtelen. Az ember meg a szoba, mintha az életem a képeken nem az enyém volna. Annyi minden történt, és nem beszéltünk régen, pedig senki nem figyel rám úgy, mint ő. A hazám felé csillag vezet fenn az égen, olyan, mint az álom, csak élesebben látom úgy, mint ő. Beszéltünk régen, pedig senki nem figyel rám úgy, mint ő. A hazám felé csillag vezet fenn az égen, olyan, mint az álom, csak élesebben látom úgy, mint ő. Annyi minden történt, és nem beszéltünk régen, pedig senki nem figyel rám úgy, mint ő. A hazám felé csillag vezet fenn az égen, olyan, mint az álom, csak élesebben látom úgy, mint ő. Nagyon, nagyon szigorú irány, egy a nemzeti összetartás, a nemzet egységéhez szóló, illetve abba az irányba mutató összetartás az, amit sugal, illetve amit zenél az ismerős arcok. Nem nagy felelősség ez egyébként? Mert én úgy érzem, hogy ez hatalmas felelősség, azért évtizedeken, két évtizeden keresztül ezt tartani, és ettől már nem is tudtak eltérni, nem is térhettek el. Hát igen, de amikor ez az egész elindult, akkor semmilyen felelősség érzetünk szerintem nem volt. Elindultunk valahol valamit csinálni, ami kezdetben ugye, hát igen, az, hogy küldetés, azt az Attila már a kezdetektől fogva használta is ezt a kifejezést, ezt éreztük. A felelősségérzet az talán később jött, amikor úgy tűnt, hogy vannak, akik ezt a dolgot szívesen veszik, meghallgatják. Az első lemezünket megjelentettük 2003-ban, akkor az olyan kis példányszám volt, hogy tulajdonképpen szinte csak a család, a barátok és az ismerősök kaptak belőle, és amikor kiderült, hogy az kevés, mert az emberek szeretnék ezt megvásárolni, meghallgatni, elgondolkodni esetleg a dolgokon, akkor kezdett valami derengeni, hogy akkor ezt lehet, hogy érdemes egy kicsit nagyobb intenzitással csinálni, nagyobb példányszámba, több koncertet, minőséget csinálni. Tehát kezdetben ezért mondom azt, hogy felelősségérzetünk nem volt, mert mentünk bele abba, ami nekünk jól esett. Akkor még azért 20 évvel ezelőtt mindenkinek munkahelye volt, és a munkahelye mellett tulajdonképpen hobbi zenészek voltunk. És akkor ezt a 20 évet lehet ennek mentén is tekinteni, hogy egyre inkább növekedett ez a tábor, amit te is említesz, és így a felelősség is növekedett, így váltunk egy picit a szónak ebbe azért professzionálissá, a szónak ebbe az értelmében, hogy csak akkor tudunk valamit teljes odaadással csinálni, hogyha csak erre tudunk koncentrálni. És ez volt ez a folyamat, ami most már az elmúlt 5 évben talán, vagy 10 évben már ott tart, hogy nem is tudjuk, hogy hogyan tovább, hova tovább, úgymond. Csak az lehet most már a cél, hogy minél, mint ami korábban is volt ugyan, csak most egy kicsit másképp, hogy minél több helyre jussunk el ezzel az üzenettel, amit a zenekar 20 éve hordoz. És most gondolok itt a Kárpát-medence bármelyik szegletére, de a világ minden tájára, ahol magyarok élnek. A tanító vérében az utcaforában cipőkalpán, gyilkosok szavában minden
Csikolyában. Nagyapák emlékében s a kétszorításban, a zászló színében s a lerakott fegyverben, leszegett fejekben, nem múló szégyenben, megtartott esküben és abban a szóban, hogy nem. Ott van te benned és itt lapul éppen nem. Hegyeket nézek és erdőket látok, emberek jönnek felém, s mint jó barátok. Határon túlról és szívektől innen szavak sem kellenek, rendben lesz minden. Látok, emberek jönnek felém, s mint jó barátok. Határon túlról és szívektől innen szavak sem kellenek, rendben lesz minden. Hegyeket nézek és erdőket látok, emberek jönnek felém, s mint jó barátok. Határon túlról és szívektől innen szavak sem kellenek, rendben lesz minden. Egy kis tudatosság itt most kell az ennek a részéről szerintem, hogy valamit kitalálni ennek a folyamatnak ellen, ugye, hogy ez ne váljon ennyire tényleg, ne legyen a zenekar megközelíthetetlen, ne kerüljünk távol a közönségünktől, és hát talán olyan eseményekkel lehetne ezt, mint ami most itt lesz például az én lakóhelyemen itt Dinnyésen. És hát talán nem véletlen, hogy ezt most családi napnak nevezzük, most már másodszor lesz ez a rendezvény, mert szeretnénk hát egyrészt a családokat is itt látni napközben, a koncert ugye este lesz, de napközben családi programok vannak, másrészt pedig, hogy ezt a közösségi érzést, amit velünk kapcsolatban sokan megfogalmaznak, és majd mindjárt a nélküledről is biztos ejtünk szót, hiszen ez a dal is, ez is egy ilyen összetartozás és szimbóluma lett. Szóval ezt a közösséget szeretnénk, amikor csak lehetőség adódik rá, ismét megélni az emberekkel. Ne legyen az az érzet, hogy közöttünk és a közönségünk között falak vannak, vagy kordonok, amik nem elválasztanak egymástól. Úgyhogy az ilyen alkalmakat szeretnénk évente néhányszor legalább megejteni. Úgyhogy a Dinnyési Családi Nap, ez egy ilyen alkalom lesz. Én megérteném, hogy mindenki fél, de ha senki nem szól, hogy baj van, hát kimondom én. Itt magas a hegy, mély a szakadék, s a kettő között hasít szét engem az ég. Én nem hiszem el, hogy csak így lehet, hogy az önzésen kívül az ember más nem tehet. Mert ahogyan él, a végén úgy marad egyedül, és nem lesz már semmi, mit szeretnelek belül. Játsszuk el azt, hogy neked is kék az ég, hogy hinni tudsz úgy, mint
gyerekek voltunk még. Játsszuk el azt, hogy örök a barátság, hogy az igaz nem hazugság, s hogy az álom is valóság. Jobb, mely feléd mutat, fogadd el végre, és keressünk ki utat. Én mondom merre, te mondod, hogy tegyem, hogy itt is, meg ott is egyformán jobb legyen. Játsszuk el azt, hogy neked is kék az ég, gyerekek voltunk még. Játsszuk el azt, hogy öröm a barátság, hogy az igaz nem hazugság, s hogy az álom is valóság. Na akkor egy picit maradjunk Dínyésnél, jó? Egy budapesti zenész, hogy kerül Dínyésre, nem a világ vége, bár keveset voltam itt, mert egyszer voltam csak itt, akkor is te miattad. Én nem voltam Dínyésen, annak ellenére, hogy itt lakom a szomszédban, Székesfehérváron. Hogy kerül egy budapesti zenész Dínyésre, és miért választottad éppen ezt a települést? Hát az ok az talán az, hogy zenészként is mindenképp szükség van az embernek nyugalomra, csöndre és olykor egy kis magányra is, ugyanis ez a 130-150 koncert, ez az egész évünket, elsősorban persze a hétvégéket teljes mértékben lefoglalja. A hétköznapokat szívesebben éli meg az ember pihenéssel, és ezt a pihenést, hát most nem is tudom, hogy milyen szuperlatívuszokban kéne beszélni Dínyésről, de itt végképp megkapja az ember. Egy budapesti forgatagban, akár legyen az a Budapest külvárosában is, zöldövezetben, egészen más hangsúlyok vannak ugye a nyugalom és a pihenésben. Úgy kerültem ide 3 évvel ezelőtt egyébként, hogy kerestünk bárhol az országban nyugalmas pontot, egy szép házat, építkezésben már nem akartunk belefogni, és néhány ház után volt ez, amit most itt beszélgetünk a kertjében, amit megtaláltunk, megláttunk, hát beleszerettünk, ezt lehet mondani, néhányszor megnéztük, és utána a környéket is jól bejártuk, és a házzal együtt szerettük meg ezt a nyugalmas kis települést, ami ugye a Velencei tóhoz közel van ugyan, de nem annyira közel, hogy esetleg az idegenforgalom és a turizmus nagyon megérinteni. Úgyhogy annyira ideális helyszínt találtunk ebben, hogy éppen azon szoktunk elmélkedni, hogy olyan, mintha mindig is itt laktunk volna, pedig ez csak 3 éve van így. Úgyhogy Székesfehérvár közelében, hogyha nagyon vágyunk bármi olyanra, ami mondjuk egy kis településen nem kapható meg, akkor azt Fehérváron elérjük, legyen az a színház, az uszoda, az egyéb kulturális programok. Úgyhogy egy picit fehérvárinak is, hát rossz szó, mert dínyésiek se fognak soha ugye dínyésinek tekinteni, a fehérváriak se annak engem. Én mégis egy picit úgy magaménak érzem az összes környező települést, tehát nagyon jó itt élni, egy szóval. Kilégzés, belőle.
belégzés után. De persze nincs baj, mert jó vagyok, tudod, csak egy kicsit furán. Tegnap óta minden más lett, mi addig volt. Nehezebb már, pedig kisebb a súly. A kapuban tétován megállok még, mint a hinném, hogy felderül, s nem rám zuhan. A zenekarral milyen együtt élni, mert azért, ha 130-150 koncertről beszélünk egy évben, azért lehet azt mondani, hogy az már egy pokoli együttlét, az már nagyon sok. Mert nem csak egyszerűen koncert van, oda kell utazni, ott föl kell készülni. Milyen a társasággal együtt lenni? Igen. Hát ez egy, hát 20 év után azért megéltünk ugye minden jót, rosszat, és együtt van a társaság. Úgyhogy az, hogy együtt van azóta is a társaság, az valószínűleg elmondja azt, hogy, hogy milyen a társaság, mert a legrosszabb, legnehezebb pillanatokból is ki tudunk jönni pozitívan. És tulajdonképpen a 20 év alatt tagcsere nem történt, mindössze egyszer az első évet leszámítva a dobosunk cserélődött, de mindenki csak csatlakozott a zenekarhoz, elmenni szinte soha senki nem ment el, ezt az egy alkalmat leszámítva. Úgyhogy a társaság felünk együtt változik, illetve hát mindannyian változunk ugye ebben a 20 évben, meg a korábbi években is, amíg együtt voltunk. Biztosan nagyon sok minden hatott ránk, a környezetünkre, de hát nyilván ez mindenkire igaz, és ezekkel a változásokkal talán tudunk együtt élni, ezeket a változásokat be tudjuk építeni a jövőbe, és valószínűleg ez az oka annak, hogy a jövőre 20 éves lesz a zenekar most már. Nem tartom valószínűleg, hogyha ennyi évig kibírtuk, akkor ez nem fog a végtelenségig tartani. Zenészeknél szokták ezt mondani, hogy nyugdíjban nem mennek, csak a temetőbe, amikor egyszer csak vége van, de ez még nagyon soká van, úgy érzem. Csinálhatnánk itt. Szerethetnénk is, ha volna még akit. Érdekelne tán az az apró semmiség, hogy minden ég. De ha oltani is lehet, bűn elmenekülni még. Napokat számolod, közben üres a tányérod. Lassan helyet is cserélted, te és az árnyékod. A tükörbe vicsorgó szörnyeteg visszaint neked. Sorra kerülsz te is, jobb lesz, ha elhiszed. Ha valahol a földön, akkor itt lehetne bármit. De neked mit számít? Szeretem az embert, és néha napján látom a majom jelmezed alján, hogy kikandikál a kislábúj, hol bőröd fény nélkül megsárgul. Le kéne vágni a körmöket, és nem lökni a mélybe a kölyköket. Ütnélek, mert a jó szót nem érted, ahogy az életed egész nap emészted, látom. Pedig inkább csak nézném, hagynám, hogy hipnotizáljon a tévében, nem.
Valami azt súgja elég, nem hiszem el, hogy szemed szemért nem lehet ennyi. Minden porcikám halkan diktál, sétálok az utcán, gumában vonagló, szürke zombik. Tenyerük izzadt, a beton csak porzik, fák helyett oszlop, plomb helyett üveg, felhő karcoló, vatkány üreg. Ahol ülnek az öltönyök sorban, lélek nélküli koporsóban, saját sírjuk, sikerre lássák, és fától vakon az erdőt vágják. De a bosszú hiába súgja az én szívemhez, be nem jutna, ha azt hiszed annyi vagy, amit mondanak, akkor valóban meg is loptalak. Elveszem tőled utolsó reményed, hogy lásd meg végre, kik a szegények, kit arany tömbök húznak a mélybe, hol áll a helyet vágy az ember vezére. Éber az éjszakán, álom a nappalunk. Lekopp a színeink, szürkévé változunk. Az öröm csak kár öröm, az érzés csak végtelen félelem. Tényleg csak ennyi volt az életem. Annak ellenére, hogy valóban ilyen markáns tagokkal vagytok tele, ennek ellenére újabb 20 évnek néztek elébe? Soha nem terveztünk hosszú távra, hanem jöttek az évek, és mentünk velük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most éppen egy olyan periódusban vagyunk, itt a 20. év küszöbén, hogy érezzük, hogy meg kéne egy picit újulni, kellene valami, ami viszi egy kicsit még tovább a dolgokat. Általában egyébként a zenekarban az ilyen megújulásokat, vagy valamilyen új fajta lendületet, vagy koncertre beszélünk, vagy új programra, új műsorra, új lemezre, azt megelőzi egy nagy diskurzus. Tehát kell valami szikra, ami ezt így kilobbantja, vagy valami lendületet adjon. Azt sokszor én voltam az, aki felléptem ezzel az igénnyel, hogy jó lenne. Most is valami ilyesmi van, és ez lehet, hogy amiről az elején beszéltünk, azt fogja jelenteni, hogy egy nagyobb csapatot kellene körénk, mögénk állítani, akik még jobban szervezik az életünket. Ez a kezdetekben ugye elindult ilyen kis magként, egy valaki, én voltam az egy valaki, csinált valamit, akkor mellém jött valaki más, akkor többen lettünk, akkor a technikai stáb is így bővült, és ezt a bővülés, ez most évről évre egyébként minimálisan változik. Úgy érzem, hogy most a 20. évben kellene egy nagyobbat lépnünk ez irányba. És mindez csak azért egyébként, hogy meg tudjunk maradni ugyanolyannak, mint amik korábban voltunk. Tehát érzem azt, hogy a zenekar szeretne egy kicsit elmozdulni arról a szintről, ahol most tartunk. És lehet, hogy ez csak azt jelenti, hogy más klubokba fogunk elmenni, vagy talán ha sikerül, akkor nagyobb táborunk lesz, és akkor nagyobb klubokban is szerepelünk, meg nagyobb fesztiválokon, mint eddig. De panaszra okunk persze nincsen, mert a 20 év alatt az a folyamatos fejlődés, az mindig is megvolt. Tehát a mai napig is vannak olyanok, akik úgy kérdezik, meg visszakérdeznek tőlünk, hogy hol voltunk mi itt 20 évig, hogy ő nem hallott rólunk. Ennek persze sok oka lehet, hogy miért nem hallott rólunk, de a pozitív benne az, hogy még mindig van hova fejlődni, és vannak emberek, akik még nem is hallottak rólunk, úgyhogy őket nagyon várjuk ebbe a következő 20 évre. Mint a villám tépte magányos fenyő, mint a vizét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő. Mint a fáradt vándor, ki némán enni kér, otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél, s bár a lényeget még nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk,
mi egy vérből valók. Ez nem egy népdal, ez egy zenekarnak a produkciója, csak azt tudja, hogy van a dal, sőt, éppen a nélküled, és gondolom erről akartál majd beszélni, hogy akár önálló életet is tud már élni. Ez egy zenésznek milyen bántó, vagy jó érzés az, hogy a dalai azok tovább élnek az emberek ajkain? Hát a mi álláspontunk ebben, talán vagy most csak ha magamról beszélek, az, hogy fontosak, sokkal fontosabb a dal tartalma része, a mondani valója, mint az, hogy ki a szerzője, vagy esetleg az előadója. És ha így nézzük, akkor ez nagy öröm számunkra, hogy ez a Nélküled című dalunk az bejárja a Kárpát-medencét, és magyarok éneklik mindenhol, ahol nemzeti identitás, mint olyan előkerül. Legyenek ezek sportrendezvények, legyenek állampolgársági eskük, vagy határon túliak fogadtatása, vagy ünnepség, vagy bármi hasonló. Szóval ez nagy öröm. Az sem lenne persze baj, hogyha sokszor adódhatna, hogy ezt mi magunk prezentáljuk, és a Nélküled hozzánk is kössék, de tulajdonképpen nem fontos. Valóban az a fontos, hogy azt az üzenetet, amit ez a dal is hordoz, és ez egy összetartozási dal tulajdonképpen, amit nem véletlenül a nemzeti összetartozásként szoktak használni, ha lehet ezt mondani, mert van benne szó erről is, de önmagában összetartozhat az a csapat, a futballcsapat vagy kézilabda csapat a saját drukkereivel, összetartozhatnak a határon túlélő magyarok, a határon innen élő magyarokkal, szóval nagyon sokféle összetartozás létezhet, és ebben a dalban mindegyiknek szerepe van, úgyhogy lehet azt mondani, hogy ezzel a dallal sikerült belopnunk magunkat sok ember szívébe, és most már csak a következő kérdés ezzel kapcsolatban az, hogy ha ezt a dalt megszeretik és megtetszik nekik, és ezen keresztül az ismeres arcok is, akkor talán meghallgatják azokat a dalokat is, amit még a 20 év alatt a Nélküled mellett írtunk, és hátha is találnak valami olyan üzenetet vagy mondani valót, ami fontos lehet az emberek számára. Mikor is lesz a koncert, és hogy lesz az aznapi program? Ugye ezen a héten vasárnap, június 10-e, ugye, ha jól tudom, és egész napos a program. Ugye itt az ismerős arcok este koncertezik 8 órakor. Előttünk egy baráti zenekar, a Good Company játszik, ők ilyen akusztikus zenét játszanak, Kistelekről jönnek, jó barátságban vagyunk velük. És előtte pedig egész nap programok vannak, a helyiek által megszervezett programok. Azt hiszem Gyümölcsünnep néven van megjelölve, mert a gyümölcsnek fontos szerepe van, itt lekvárfőzés lesz, és a gyümölcsökkel különböző főzések, praktikák, helyi asszonyok mutatnak dolgokat. Főzni is lehet, ha jól tudom, nem csak helyieknek, hanem bárki, aki jön, akkor főzhet. A gyerekeknek van rengeteg kézműveskedés, játékok, népi játékok elsősorban. Úgyhogy nagyon színes a program. És még az jutott ezzel kapcsolatban eszembe, hogy mert ez a második ilyen alkalom, 2 évvel ezelőtt volt egy hasonló, és annak a tapasztalatain gondolkodtam, úgyhogy én nekem az egy nagyon jó alkalom volt, mivel én nem tudok a hétvégek ugye kiesnek, és így nem tudok itt részt venni a település közösségi életében,
ez az alkalom, ez így adódik nekem, hogy ilyenkor tudok találkozni esetleg azokkal, akik itt élnek. Tehát 2 évvel ezelőtt utólag a koncert után állítottak meg sokan itt a településen, és megköszönték, hogy létrejött ez a koncert. Úgyhogy most nagyon nagy szeretettel várom őket is, és azokat is, akik vagy azóta költöztek esetleg ide, vagy nem voltak ott a legutóbb. És előre elnézést kérek azoktól, az idősebbektől, akik egyébként a településen nagy számban laknak, ha egy kicsit hangoskodni fogunk aznap, de ritkán van ez, tehát ugye ez most 2-3 év alatt ugye ez lesz a második alkalom, és nézzék el nekünk. Aki pedig ezek a fiatalok és velünk egy idősek, ők pedig, mint mondtam már, nagyon régóta várják ezt a koncertet, őket meg arra tudom biztatni és kérni, mint ahogy ez 3 éve ezelőtt is így volt, hogy fogadják szeretettel azokat, akik távolabbra jönnek, jó néhányan lesznek ilyenek, és mutassuk meg nekik, hogy a Dinnye is egy milyen befogadó közösség, hogy itt lehet jönni bárhonnan szívesen látott vendégek. Akik pedig Fehérvárról vagy messzebbről jönnek, ugye ők pedig azt tudom nekik mondani, hogy ez azért is különleges lesz ez a koncert, mert most indult el a nyári szezonunk, és egy olyan programot állítottunk össze, ami még eddig sosem volt. Vannak benne új dalok, meg régi dalok egyaránt, de érzem azt, hogy ilyenkor, amikor egy program elindul, nekünk ez egy ilyen 3-4 hónapig megy egy program, akkor nagyon lendületes a zenekar és dinamikus. És ez most az elmúlt hétvégéken már bizonyítva volt, úgyhogy ez egy különlegesen dinamikus és minden bele koncert lesz, ami Dinnyésen lesz. Nem látlak én téged többé, soha, soha sem. Hiszen te látod, te érted, könnyes szemem. Nevemet hiába mondod, könnyedet hiába ontod. Harcok mezején, valahol te tőled távol, ott, ahol senki sem gyászol, ott halok meg én. Nevemet hiába mondod, könnyedet hiába ontod. Harcok mezején, valahol te tőled távol, ott, ahol senki sem gyászol, ott halok meg én. Egy nagyon érdekes koncertet mutattál nekem, és amikor láttam bent a szobádat, ahol zenélgetsz, ahol gondolom, hogy zenéket írsz, ahol gyakorolsz, igen. Szinte adta is magát a környezet, csak én magamtól nem jöttem rá, az a blúzos, melankolikus zene, ami nem ismerős arcok, és amivel megajándékoztál a YouTube-on, hogy nézzem meg, az nekem azon elvette azt az éjszakámat, mert nem is akartam róla leszállni, és kiváló emberekkel, kiváló figurákkal játszottatok együtt, maga a banda is egyébként, tehát az ismerős arcok tagjai. Ez milyen fajta műfaj, és hogy jött ezt neked? Ez egy picit kirándulás abból, amit most már így 20 éve csinálunk. Az a kirándulás az nagyon jót tesz, főleg egy zenésznek, akinek esetleg az összes oldalát nem tudja megmutatni valamilyen oknál fogva, és szeretné még teljesebbé a zenész létét, kiteljesíteni a zenész létét, még teljesebbé tenni. Ez nekem így jött, egy véletlen találkozás ezzel a barátommal, Pek Lacival, akivel általános iskolában egy osztályban jártunk, majd 30 évig nem találkoztunk körülbelül, egy véletlen folytán újra találkoztunk, és akkor összejártunk, ötleteltünk, beszélgettünk, a régmúltat próbáltuk felidézgetni, és ezen közben kiderült, hogy ő is zenével foglalkozik, mindjárt a gitárok is előkerültek, és előbb-utóbb dalok születtek ebből, teljesen magunknak. Utána rábeszéltek ismerősök, hogy ezt jó lenne nyilvánossá tenni, akkor született ez a lemez 2014-ben, majd hosszú idő eltelt, és nem is foglalkoztunk ezzel, hogy élőben esetleg ezt előadjuk, míg nem tavaly
megint csak egy véletlen folytán adódott egy hétvége, egy üres hétvége, amikor... Gyorsan be kellett tömni. Amikor meg lehetett szerkeszteni, vagy szervezni ezt a koncertet, igen. És olyan jól sikerült, hogy akkor eldöntöttük, hogy ezt érdemes minden évben esetleg. A koncert funkciója az volt, hogy kicsit ilyen gálaszerűen mindenki élje ki magát, és tegye hozzá azt, amit esetleg egész évben nem tehet, de valamiért még lakozik benne valamilyen rejtett képesség, vagy tudás, vagy valamilyen vágy, amit kiélhet. Hát így született meg ez a koncert, és lehet, hogy pont emiatt, hogy mindenki egy ilyen rejtett ényét hozta elő, és dobta oda, ez így az egészet felröpített egy ilyen magasabb régiókba, és nagyon jó élmény volt mindenkinek. Tehát mosolygós zenészeket látni, mosolygós emberek előtt, akik a közönségként ugye ezt élvezik, az remek élmény. És idén a Lacival azt gondoltuk, hogy csinálunk még egy lemezt, van egy csomó saját ötlet, amit ugye összegyúrunk. Most már zenészeket is szervezünk magunk köré, mert eddig mindent ketten csináltunk, és ezekkel a zenészekkel, ha minden igaz, akkor csinálunk még egy ilyen koncertet. Ha idén sikerül, akkor még idén, ha nem, akkor talán csak jövő tavasszal, de mindenképpen rajta leszünk, hogy ez létrejön, mert tényleg annyira jó. Zseniális, és Fejévár és környéke esetleg szóba jön ilyen szempontból? Jöhet? Szó volt róla, hogy akkor ne csak Budapesten legyen, csak az egy sokkal nagyobb szervezést igényel, ott már létre kéne akkor hozni ezt a zenekart, vagy ezt a formációt, hogy ez egy állandó fellépésre alkalmas legyen, és nem könnyű, mert mindenki olyan zenész, aki regnál valahol és működik, úgyhogy ezt majd a jövő eldönti, de ha olyan igény lesz rá, mint amilyen a lemezre és a tavalyi koncertet, akik látták, mindenki el akar jönni, akkor lesz. Az egésznek itt megtartanám azt az amatőr, abban az értelemben amatőr státuszát, hogy mindenki örömmel csinál olyat, amit csak akkor teszünk közzé, hogyha erre igény van. Tehát nem a másik oldalról közelítjük meg a dolgokat, hogy mindenképp szeretnénk előadni, és remélem sokan jönnek. Ha már sokan vannak, akik akarnak jönni, akkor fogunk mi is jönni. Hát akkor sok pihenést, illetve sok összetartást kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ha tudom, hogy te vagy, ki kezem után kap, s jobban hallom, mit súg a szám. Elmondtam volna, hogy nem telt el úgy nap az álom határán, de gondolnék rád, s még nem láttalak, nem fáj, hogy egyedül vagyok most meg. Az lenne jó, ha árnyék lehetnél. Úgy érzem, ha kell, hát meg is halok, de te érted élni, azt még jobban szeretnék. 20 éven át csak körbe és körbe, mindent elrontva álmodok. Egy olyan életről, mely nincs összetörve, s többé nem visszafelé számolok. 20 éven át csak körbe és körbe, mindent elrontva álmodok. Egy olyan életről, mely nincs összetörve, visszafelé számolok.
körbe és körbe, mindent elrontva, álmodott. Egy olyan életről, mely nincs összetörve, s többé nő visszafelé számolt. 20 éven át csak, körbe és körbe,